Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Mindenkit közel engednek a csúcstechnikához. Digitális közösségi alkotóműhely nyílt Szexárdon. Új szavazás jöhet, Szexárd két választókerületében kell ismételni a nem jogerős döntés értelmében. Szexárdi gyerekgyilkosság, saját magát hibáztatja a vádott anyja, megszólalt az áldozat apja is. A térségben élőkre is szükség van, komoly fellendülést hozhat a Paks 2 projekt. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hogyan működik a 3D-s nyomtatás? Miben különbözik egy digitális eszterga gép a hagyományostól? Miként lehet a faj és fém megmunkálást digitalizálni? Ezekre a kérdésekre kap választ az, aki ellátogat a digitális közösségi alkotóműhelybe. Az oktatásra és pályaorientációra is alkalmas műhelyet a Szexárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakközépiskolájában alakították ki, mintegy 32 millió forintból. A célja a szakmák népszerűsítése, a lemorzsolódás megállítása, a csúcstechnológiát ismerő és alkalmazó mesterek képzése. Hivatalosan is megnyílt a digitális közösségi alkotóműhely a Szexárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakközépiskolájában. A SD-kártyát betesszük a gépbe, és onnan dolgozik ilyen. Az alkotóműhelyben a 3D tervezéssel és nyomtatással is meg lehet ismerkedni. Ezt próbálták ki elsőként az érdeklődők, így tett a Bogyiszlói Általános Iskolából érkező Juhász Tamara is. Névjegyet készítettünk, de ott már egyéni névjegyet. Én az egyesületem nevét csináltattam rá. A diákok az alkotóműhelyben a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg, de nem csak tanórákat tartanak majd itt, mondta Dömötör Csaba, a Szexárdi Szakképzési Centrum kancellárja. A közösségi alkotóműhely nyitott közösségi tér. Pályorientációs tevékenységre, saját tanulóinknak a fejlesztésére, alapkompetencia fejlesztésre, szakmai kompetencia fejlesztésre tudjuk használni, és ezen kívül pedig mi nyitott közösségi tér a város polgárai számára is nyitva tudjuk tartani. A műhely célja a szakmák iránti érdeklődés felkeltése, a diákok sikerélményhez való juttatása, a lemorzsolódás megállítása és a csúcstechnológiát ismerő és alkalmazó mesterek képzése, jelentette ki az iskola igazgatója Juhász Gábor. Olyan projekteket fogunk megvalósítani és kiajánlani az adott korosztályoknak, amelyek felkeltetik az érdeklődésüket, és mindenkinek a saját alkotóvágyát egy kicsit megvalósíthatóvá és kiélhetővé teszik. Általános iskolásoknak lesz elsősorban ajánlva a program természetesen, hiszen a legnagyobb óraszámban őket szeretnénk megcélozni. Ez akár a technikaoktatás kiegészítéseképpen, de inkább a pályaorientációnak a segítése lenne a fő célunk. Az oktatásra és pályaorientációra is alkalmas műhelyet mintegy 32 millió forintból alakították ki. Ez része annak az 530 millió forintos támogatásnak, amit a Szexárdi Szakképzési Centrum nyert a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében. Komoly fellendülést hozhat Pakson és a környező megyékben az évszázad beruházásaként is emlegetett atomerőműépítés. Útfelújítások, egészségügyi és oktatási fejlesztések valósulhatnak meg. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár dr. Becskeházi Attila azt mondta, a térségben élőknek lehetőségük lesz kapcsolódni a projekthez, amire szükség is van. Szervezetek, intézmények, önkormányzatok sokaságát érintő számos szakterületre kiterjedő együttműködés szolgálja azt, hogy a régió kivehesse részét a projektből és élvezze annak előnyeit. A beruházást kiszolgáló infrastruktúra kiépítése igen összetett feladat, amelyben számítanak a térségben lévő erőforrásokra. Megpróbáljuk újra termelni ezeket az erőforrásokat, ami azt is jelenti, hogy tehermentesíteni kell jelen esetben Paksvárosát és azt a térséget, amelyik be tud kapcsolódni a beruházásba, és be fog kapcsolódni, vagy amelyik érintett lesz a beruházással. A dr. Becskeházi Attila által vezetett államtitkárság koordinálja egyebek mellett a szakemberképzést, amely nagy kihívás, hiszen speciális tudással rendelkező szakemberekre lesz szükség. Ennek érdekében 7 egyetemmel közösen oktatási képzési klasztert hoztak létre,
amelynek tevékenysége a nukleáris és az energetikai innovációra, kutatásfejlesztésre is kiterjed. Másik kiemelt terület az infrastruktúra fejlesztés, ezen belül a közlekedési lehetőségek biztosítása. 60 kilométer új utat építenek, több mint 330 kilométert felújítanak, fejlesztik a paksi kikötőt, a Mezőfalva-Paks vasútvonalat, amelynek a városban vezető szakasza zajmentes lesz, új Duna híd épül, ennek előkészületei jól haladnak, hamarosan elindulhat a beruházás. Mindemellett gondoskodni kell a dolgozók, beleértve a más anyanyelvűek elszállásolásáról, egészségügyi ellátásról, gyermekeik oktatásáról, a dolgozók utaztatását a lehető legkörnyezetkímélőbb módon elektromos járművekkel szeretnék megoldani. Híradónknak nyilatkozott először a történtek óta a szekszárdi gyerekgyilkossággal vádolt férfi anyja. A nő saját magát hibáztatja a történtek miatt. Azt mondja, a végzetes napon Leonetta arra kérte őt, hogy vigye el magával otthonról. Ő viszont egyedül ment a városba, pedig ha elvitte volna a lányt, nem kellett volna meghalnia a saját 19 éves unokatestvére keze által. A meggyilkolt kislány édesapja pedig továbbra is biztos abban, hogy a brutális tetről a vádlott testvérének is tudnia kellett már a rendőrök megérkezése előtt. Három fegyveres börtönőr kísérte a tárgyalóterembe a szekszárdi gyerekgyilkosság vádlottját. K. Dániel és a meggyilkolt 6 éves Leonetta ügyében most ült össze másodszor a bíróság. Az első ülésen a vádlott csak részlegesen ismerte be a tettét, azt nem tagadta, hogy szétverte a saját unokahúga fejét egy térkővel, azt viszont igen, hogy beledobta a patakba az akkor már élettelen testét. A kislány halálát végül fulladás okozta. Az ügyet zárt ajtók mögött tárgyalják, így védve a kiskorú áldozat személyiségi jogait. Most a vádlott családját is beidézte a bíróság. Ők azóta tanúvédelmi programban vesznek részt, ezért elköltöztették őket Szekszárdról. A 19 éves gyilkos édesanyja azt mondja, alig tartja a fiával a kapcsolatot, mert neki és saját magának sem tud megbocsátani a történtek miatt. Ugye a Leonetta egész nap velem volt, aznap játszott az unokámmal velem, adtam neki enni. Előttem van minden, hogy mit kért tőlem. És utána fél négykor mondta, vigyem magammal, és nem vittem. Mondtam, Leonetta, most már nem viszlek, menj anyádhoz. Mondtam, az anyának fog megmarni, mert megyek az iskolába. Ha én elviszem, akkor nem lett volna ez. Akkor nem kellett volna a kislánynak se meghalnia. Leonetta édesapja továbbra is biztos abban, hogy a gyilkosságról tudott, vagy akár részt is vett benne a vádlott testvére is. Azért gondolja ezt, mert a fiú a rendőrségen részletesen leírta, hogy milyen állapotban volt a holttest a patak partján, ehhez pedig szerinte látnia kellett még a rendőrség kiérkezése előtt. Ő olyan konkrétumokat mondott el, ami tény is valóság, ahogy megtaláltuk a kislányomat halval, meg ahogy szép volt verve a feje, meg hogy hiányos volt a bügyéje, az is igaz. Meg hogy bokáig le volt róla húzva a nadrág, az is igaz. Igaz. Csak ezeket csak akkor tudhatta, hogy... Ez csak akkor tudhatta, ha a... K. Dániel elmondta neki, vagy pedig helyszínen ott kellett, hogy legyen. Csak is úgy tudhatta ezeket, másképp nem tudhatta. Az ügyben még több tárgyalás várható, K. Dániel pedig, mivel a gyilkosság idején még nem töltötte be a 20. életévét, legfeljebb 18 év börtönt kaphat. Újra kell voksolni november 10-én Szekszárd 2 egyéni választókerületének mindegyik szavazókörében, így döntött csütörtökön este a Tolna megyei területi választási bizottság. A döntés egyelőre nem jogerős, az érintettek a pécsi ítélőtáblához fellebezhetnek 3 napon belül. Szavazólapodat tartalmával kapcsolatban lehetett volna kifogást benyújtani. Több kifogást is tárgyaltak a Tolna megyei területi választási bizottság tagjai csütörtökön este. Ezek közül az egyik a szekszárdi voksolás 2 egyéni választókerületét érintette. A Fidesz nevében Horváth István a párt városi elnöke emelt kifogást. Eszerint az Éjjel Szekszárd Egyesület 2 jelöltje a választás napján többször is megjelent a szavazóhelyiségekben, a jelenlétük pedig a kifogás benyújtó szerint alkalmas lehetett a választók befolyásolására. A beadványt korábban a helyi választási bizottság megalapozottnak találta, az ész jelöltjei viszont fellebbeztek a döntés ellen, amiről ezért most a megyei választási bizottságnak kellett döntenie. A bizottság tagjai végül jóvá hagyták a korábbi határozatot, és megsemmisítették a választás eredményét, új voksolást kiírva. A 2-es és a 8-as választókerületben történtek olyan jogszabálysértések, amely alapján a területi választási bizottság elfogadta a helyi választási bizottságnak az indokolását, miszerint 150 méteres
körzetben, a szavazókör 150 méteres körzetében tilos kampánytevékenységet végezni. A Tolnai megye székhelyen az Éjjel Szekszárd Egyesülettől is érkezett korábban kifogás. Bomba Gábor az Egyesület nevében a polgármester választás megismétlését kérte. A kifogás szerint a Fidesz-KDNP jelöltjeként induló Ács Rezső a Facebook oldalára töltött fel olyan képeket a kampányidőszak alatt, amik befolyásolhatták a választás kimenetelét. Ács Rezsőt emiatt korábban pénzbírság megfizetésére kötelezték, ám a szavazás megismétlését akkor nem rendelték el. Ezért került most a kifogás a megyei bizottság elé. A területi választási bizottság is fenntartotta ezt a bírságot, de további szankciók alkalmazását nem tartotta indokoltnak a területi választási bizottság, így a megismételt választás és további jogsértés megállapítását nem látta megalapozottnak, és így a megismételt választást is elutasította. Az érintett jelölő szervezetek képviselőinek 3 napjuk áll rendelkezésre, hogy fellebbezzenek a döntések ellen. Akkor a pécsi ítélőtáblára kerülnek a kifogások. Ellenkező esetben Szekszárd 2 választókerületében november 10-én szavazhatnak újra a helyiek. Megtartotta alakuló ülését és letette a hivatali esküt Paks új képviselőtestülete. A 12 fős apparátusban Szabó Péter polgármester munkáját egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármester segíti, Szántó Zoltán és Leber Ferenc személyében, illetve 6 bizottság létrehozásáról döntöttek. Letette a hivatali esküt Paksváros képviselőtestülete és Szabó Péter polgármester. Csak úgy, mint az elmúlt években, a polgármesterrel együtt 12 fős apparátus irányítja a települést. Paks az együttműködés városa. Ennek szellemében és jegyében kívánnak dolgozni. Nagyon komoly feladatok állnak a város előtt, hiszen egy olyan beruházás küszöbén áll a város, sőt, már egy olyan beruházás indult meg itt a város mellett a 2 blokk építése, új blokk építése kapcsán, amely rengeteg feladat elé állítja Paksváros önkormányzatát, képviselőtestületét és természetesen a polgármesteri hivatalt is. Az ünnepélyes keretek után megkezdte a tényleges munkát a testület. Titkos szavazással megválasztották főállású alpolgármesternek Szántó Zoltánt, míg társadalmi megbízatású alpolgármesternek Leber Ferencet. Politológusként végeztem, és még Hirt Ferenc képviselő úr mellett kezdtem el a politikával foglalkozni, majd Süli miniszter úr képviselői kabinetét vezettem eddig. Nagyon fontosnak ítélem meg, hogy a város nagyvállalatai, beleértve a Paksi Atomenemű Zrt-t, illetve a Paks 2-t is, vegyenek részt a társadalmi életben, és engem ez nagyon motivál. Teljes egyetértésben megállapították a törvényi keretek által diktált fizetéseket, illetményeket és tiszteletdíjakat. Ez a polgármester esetében 698 000 forint fizetést és 104 000 forint költségtérítést jelent, míg a főállású alpolgármester esetében 628 000 forint illetmény mellett 94 000 forint költségtérítést jelent. Megválasztottam a képviselőtestület a bizottságokat is, melynek számát nem növelték, 6 bizottságokat. Felállását hozták létre. Azonban a tagok létszámát megemelték, akik a testületi ülés végén úgy szintén esküt tettek. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Kismányokon is megtartotta alakuló ülését a helyi képviselőtestület és a német nemzetiségi önkormányzat is. A falut az idei választás óta, 17 év után új polgármester vezeti. Ő azt mondta, a korábban megkezdett fejlesztések sorát folytatni akarja. Nemzetiségi közösségemhez hű leszek. Nemzetiségi közösségemhez hű leszek. Hivatali esküjüket teszik le az október 13-án megválasztott kismányoki német nemzetiségi önkormányzat tagjai. A testületet 3 tag alkotja, személyi változások nem történtek az előző 5 éves ciklushoz képest. Kismányokon a nemzetiségi választásra regisztrált 49 főből 39-en adták le a voksukat, amik közül 33 szavazat volt érvényes. A helyiek végül a nemzetiségi önkormányzatot korábban is vezető Simon Lászlónét választották meg elnöknek. Ő azt mondja, az előző 5 évben megkezdett irányt folytatják majd. Szorgalmazzuk a német nyelv, ezen belül is ami jellegzetes, és számunkra a legkedvesebb és legszebb hesseni nyelvjárás használatát a mindennapokban. Vállalt feladatunk, hogy hagyományainkat felelevenítjük, megőrizzük,
ápoljuk, valamint a régi német értékek felkutatása, megőrzése és továbbadása az utánunk következő generációnak. Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. A kismányoki képviselőtestület is ugyanaznap tartotta az alakuló ülését. A településen október 13-án új polgármestert választottak. A falu 17 éven át vezető Simon László nem indult idén. Az átadás átvétel során örömmel nyugtáztam, hogy számos már megvalósult, és még folyamatban lévő pályázat segíti kismányok fejlődését. Ígérhetem, hogy polgármesterként azon leszek, hogy a fejlődés folytatódhasson. Együtt közösen tudjuk még szebbé és élhetőbbé tenni községünket. Kismányokon a választásra jogosult 285 főből 155-en adták le a szavazatukat, közülük 81-en szavaztak Bőte Istvánra. Egy egész napot betöltő gálával, majd 200 kulturális csoport és egyéni előadók fellépésével ünnepelte az idősek világnapját a Tolna megyei nyugdíjas szervezetek szövetsége. Az eseménynek idén a Szekszárdi Garai János gimnázium díszterme adott otthont. Elég volt csak 5 percet is eltölteni a Szekszárdi Garai János gimnázium dísztermében tartott, a megyei nyugdíjasok által bemutatott gála műsorot. A hangulat, az önfeledett szórakozás még a nézőként jelenlévő fiatal generáció számára is magával ragadó volt. Ne csodálkozzunk ezen, mert a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége által életre hívott, az idősek napjára vagy annak környékére időzített nagyszabású megyei műsoros ünnepség már évek óta ilyen magas hőfokon ízzik. Az átlag életkor 70 év, de ilyenkor olyanok, mint a 20 évesek. Bejönnek bottal, és eltávoznak bot nélkül, és biztos, hogy figyelték, hogy verset mondanak, táncolnak, alig bírnak fölmenni, de lefelé már boldogan jönnek. A legaktívabb kulturális csoportokat létrehozó városi és községi szervezeteket hívják meg fellépőként, azzal a céllal, hogy bevonják ebbe a kis településeken, apróbb falvakban, magányosan már-már reménytelenségbe taszítottan élő, még idősebbeket, felélesztve az életkedvüket. A megyei szervezet igyekszik abban is segíteni, hogy a szekszárdi ünnepségen látott fellépőket, de másokat is, elvigye azokra a településekre, ahol nincs egyáltalán, vagy csak ritkán van része ilyen és ehhez hasonlatos rendezvényekben a szépkorúaknak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Beiktatták a mohácsi polgármestert, fél év múlva feloszlathatja magát a képviselőtestület. Milliókat ígért, majd zsarolt a szexért, akár 5 évet is kaphat a vádlott. Fémkeresők segítik a régészeket, római kori bronzérméket találtak Baranyában. A város érdekében vállalta a polgármesteri posztot Mohács pénteken beiktatott új vezetője. A szocialista Csorbai Ferenc nyitott az együttműködésre, de nem tudja, mi lesz fél év után. A 12 fős testületben 8 képviselőt ad a Fidesz-KDNP, ők azt szeretnék, hogy oszlassa majd fel magát a közgyűlés. Erre 6 hónap múlva lesz lehetőség. A Fidesz Szekó József tragikus halála után már nem állíthatott új jelöltet, ezért tagjai úgy látják, érdemtelenül hullott a városvezetői poszt a szocialista jelölt ölébe, amit a ráleadott érvénytelen szavazatok is bizonyítanak, ezért akarnak új választást. Mohácson már most csata van, 1526-ban. A néhai polgármesterük ezt szeretnék? Ezzel a kérdéssel fordultak a frissen beiktatott mohácsi polgármesterhez a város közgyűlésének alakuló ülése után pénteken. Szekó József halála miatt az ellene induló szocialista Csorbai Ferencnek akár egy érvényes szavazat is elég lett volna a győzelemhez. Végül 1867 igen szavazatot kapott és 4076 érvénytelent. Mohács fejlődése érdekében és azok a projekteknek a továbbvitele érdekében azt gondoltam, hogy ennek a városnak a vezetésének folyamatosnak kell lenni. Így indokolta a polgármester, miért nem lépett vissza Szekő József halála miatt. Azt azonban nem tudja, hogy mi lesz 6 hónap után a Fidesz-KDNP többségű közgyűlésben. Majd ez a fél év el fogja dönteni, az együttműködés számomra nyitott, én kooperatív vagyok, együttműködő vagyok, tehát én nagyon szeretném, hogyha a képviselőtestület minden tagja a város érdekében úgy munkálkodna, hogy az
fél év után meg pedig majd húzunk egy vonalat, értékelünk, és akkor meglátjuk, hogy mi fog történni. A jogszabály szerint 6 hónap után oszlathatja fel magát a mohácsi közgyűlés. A többségben lévő fideszes oldal ezt szeretné. Én azt gondolom, hogy a városnak tartozunk ennyivel, hogy egy tisztességes és becsületes versenyben dőljön el az új polgármester személye. Addig azonban mérsékelt együttműködésre hajlandó csak a Fidesz-KDNP frakció. Nekünk, képviselőknek a város érdekében kell dolgozni, minden beruházást folytatnunk kell, össze kell állítanunk a következő évi költségvetést, meg kell szavaznunk az adószabályainkat, amiket évvégén meg szoktunk tenni, és én azt ígérem, hogy mérsékelt konstruktivitással fogunk a polgármester mellé állni. Fél év után pedig kezdeményezik az önfeloszlatást. Pávkovics Gábor már korábban jelezte, hogy vállalni fogja a polgármester jelöltséget. Ehhez azonban még hivatalosan a városi elnökségnek támogatnia kell. Milliókat ígért, majd zsarolni kezdte áldozatát szexuális szolgáltatásért az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranyai Főügyészség. A férfi egy középiskolás lánnyal hitette el, hogy tehetős vállalkozó. A lány annyira hitt neki, hogy még erotikus képeket is küldött neki. Ezeket használta zsarolásra a vádlott, mikor kiderült, nem akar fizetni a szexuális szolgáltatásért. Ez az a társkereső oldal, ahol megismerkedett a későbbi sértett és a vádlott. Anyagi szolgáltatást ígérte a még középiskolás, 18 éves lánynak szexuális ellenszolgáltatásért a 23 éves férfi. Azt mondta, 15 milliót fizet neki, ha vele lesz. Ebbe a hölgy beleegyezett, azonban ezt megelőzően a férfi még több képet, videót kért a fiatal hölgytől, aki ezeket az erotikus jellegű képeket, videókat el is küldte a férfi részére. Néhány nappal később Pécset találkoztak, itt szexuális kapcsolat is létrejött közöttük, azonban ezt követően a férfi már nem fizette ki az általa ígért összeget, illetőleg ettől elzárkozott. Több üzenetváltás is történt, hogy akkor fizessen kevesebbet. A lány 12 millióval is beérte volna, de aztán rájött, ebből nem lesz pénz. Ezért meg akarta szakítani ezt a kapcsolatot, azonban a férfi továbbra is ingyen akart az együttlétet. Ezért zsarolásba kezdett. Különböző leveleket, üzeneteket küldött részére, amelyben azzal fenyegette, illetőleg zsarolta, hogy amennyiben nem folytatja a szexuális kapcsolatot vele, akkor a korábban megküldött fényképeket megküldi a családjának, iskolájának, illetőleg egy pornográf jellegű videó megosztóra is föltölti. A fiatal lány azonban ezt követően a rendőrséghez fordult, és így indult meg a büntető eljárás. A vádlott cselekménye a szexuális kényszerítés büntettének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség most emelt vádat az ügyben. A nyomozás során kiderült, hogy tavaly decemberben ismerkedtek meg a felek. A férfi hamisan azt állította, hogy egy fuvarozással, személyszállítással foglalkozó, jól menő vállalkozása van. Ezt elhitte az áldozat, valamint azt is, hogy szolgáltatásaiért 15 millió forintot kap majd. Azonban kiderült a nyomozás során, az eredetileg János Hidán lakó férfinek se vagyona, se rendszeres jövedelme nem volt. Római kori bronzérméket találtak Baranya megyében az elmúlt napokban. Nem hivatásos régészek, hanem egy laikus, úgynevezett etikus fémkereső bukkant a leletre. Ez jól példázza azt az együttműködést, ami a múzeum és a fémkeresővel dolgozók között kialakult. A szakember azt mondja, a megtalált 2000 darab érme a 4. századból származik. Ezek azok a pénzérmék, amiket egy délbaranyai lelőhelyen találtak a napokban. Nem régészek, hanem egy etikus fémkereső bukkant a leletre. Az etikus fémkereső az azt jelenti, hogy vele egy tanfolyamot elvégeztettünk, szerződést kötöttünk. A jogszabályok ismeretében úgy kell dolgozzon, hogy bármit felügyelet mellett talál, akkor az természetesen nem mozdíthatja el a helyszínről, hanem be kell jelentenie, illetve szakszerűen lehet felszedni a leletet. Na most ez egy kiváló példa pont erre az együttműködésre. Az etikus fémkereső rögtön szólt az őt felügyelő régésznek, és együtt szedték fel a leletet. Ebben az agyagedényben volt a 2000 darab pénzérme. A római kori pénzek a 4. századból származnak. Ez nem egy előkelő embernek a kincse volt, ez nem egy magasrangú hivatalnok vagy katonatisztnek a kincse volt. Ez egy iparosnak, egy közép kategóriába tartozó embernek volt a kincse, amit eldugott. Mai szóhasználattal többségében ezek váltópénzek voltak.
a mai kereskedelmi értékük sem olyan rendkívül módon kiemelkedő, több száz forinttól 1-2 ezer forintig terjed. Jelenleg a leletanyag megtisztítása folyik. Ezután lehet majd látható a Janus Pannonius Múzeumban. És végül nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mindenkit közel engednek a csúcstechnikához. Digitális közösségi alkotóműhely nyílt Szekszárdon. Új szavazás jöhet, Szekszárd két választókerületében kell ismételni a nem jogerős döntés értelmében. Szekszárdi gyerekgyilkosság, saját magát hibáztatja a vádott anyja, megszólalt az áldozat apja is. A térségben élőkre is szükség van, komoly fellendülést hozhat a Paks 2 projekt. Szombaton napos, kellemes idő várható, lehetnek azonban olyan területek, ahol egész nap megmarad a köd, ott a hőmérséklet akár 10 fokkal is elmaradhat a napsütéses részektől. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, hétfőn északnyugat felől már eléri hazánkat egy hidegfront, ez azonban csak délutántól kezdi el kifejteni hatását, addig maradnak a napos és tartósabban ködös területek. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra! Thank you.